fél kilencre, hogy ígértük, hát technikai rálátásunk lesz most a mindenféle űrsiklók és egyéb dolgokon zajló hanganyagokra. Vendégünk ugyanis Navratil Ernő, őt ígértük önöknek a mai napra, és itt is van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Vagy talán most már inkább jó napot, persze attól függ, hogy melyik időzónában nézzük a dolgot. Bajkonurban most hány óra lehet? Hát Bajkonurban 2 órával vannak hamarabb, mint mi, tehát hogyha itt most mennyi az idő? Most 8:30 van. 8:30, akkor 10:30. Na, ami lényeg, a Rádió Bridge is beszámolt már, sőt, önnel is közölt egy interjút a Mir-állomásról. Most van egy újabb izgalmas anyag. Igen. Ez év január 16-án sikerült befogni a Mir-űrállomást, augusztusig folyamatosan tudtam fogni. Most egy nagyon nagy örömért október 28-án, 29-én, ugyanis tudomásom volt róla, hogy az amerikai űrsikló a Discovery útnak indul. Erre nagyon régóta már vadáztam, hogy sikerüljön befogni, és most ez 31-én délelőtt 10 óra 50 perckor sikerült, úgyhogy nagyon örülök ennek a vételemnek. De ne szaladjunk ennyire előre. Ön mondjuk 3 éves kora óta űrhajósnak készül? Hát, ha nem is űrhajósnak, de ugyanakkor régóta foglalkozom azzal a gondolattal, hogy szeretem az űrhajózást, és minden egyes olyan dolgot, ami ezzel összefügg, azt figyelek, újságokat, riportokat, rádióműsorokat, tévéműsorokat, vagy mióta ezzel a televíziós hobbival foglalkozom, azóta ez nagyon érdekel. Hogy néz ki egy ilyen vadászat? Hát tulajdonképpen, ha megfelelő berendezése, vevőberendezése van bárkinek, akkor csak a türelmen múlik minden. Hosszú-hosszú órákon keresztül, sőt úgy volt úgy, hogy napokon keresztül kellett a televízió készüléke előtt ülni, és a nem létező képből, mert ilyenkor csak zajt lát az ember, és semmi nincs a képernyőn, kivárni azt a pillanatot, amikor egyszer csak beugrik a NASA TV élőképe, ahol a földgömböt látjuk, vele együtt az űrsiklónak 3 metszetbeli rajzát, alulról, felülről és oldalirányból. Aztán megérkezik az űrsiklónak az élőképe, ahol az űrhajósok éppen foglalatoskodnak, dolgoznak, kísérletet végeznek. Aztán a továbbiakban már sok minden más kell. Akkor nézni kell, és fel kell venni videóra, meg kell örökíteni, jegyzetelni kell, és ilyen dolgok. Mi azt mondtuk itt néhány perccel ezelőtt, hogy egy UNOS TV-vel sikerült megfogni ezeket a dolgokat. Egészen pontosan milyen technikai felszerelés szükséges hozzá? Hát a Mir-űrállomáshoz valóban használtam, ha nem is UNOS TV, de orosz elektronika TV-t, egy kis képernyőst, de ezt az amerikai űrsiklónak az adását, ezt egy színes televízió készülékkel, méghozzá multinormás készülékkel, ami azt jelenti, hogy PAL, SECAM és NTSC rendszerű, tehát az amerikai adások vételére is alkalmas készülék. Ilyen egyébként a kereskedelemben sok helyen kapható. Mi kell még? Egy átmérő 1,80 méter antennával és egy úgynevezett C-sávos feje, ami azt jelenti, hogy 4 GHz-es adás vételeinek, adások vételére alkalmas. Ez hozzá, és egy olyan egység, ami szintén tudja a C-sávos jelek fogadását. Úgy is van, ezt mi mind értettük, Mátéval egymásra is néztük gyorsan, de biztosan van olyan rádióhallgató, aki technikailag felkészülhet, mint mi. Hogyha betartanak, akkor hamarosan hallhatják John Glenn hangja, mint éppen üdvözli a Rádió Bridge hallgatóit. Könnyű besti férdés. Minden, ami a reggelhez kell. De soha nem merte meghallgatni. 5 perccel múlt fél kilenc. A Rádió Bridge-et hallgatják az FM 102.1-en Pásztor Mátéval. És Rákóczi Ferenccel. Vendégünk pedig továbbra is Navratil Ernő. És még mindig az űrkutatásról, illetve az űrkutatók megfigyeléséről van szó. Sikerült önnek elcsípnie beszélgetés John Glenn és a NASA földi központja között. Igen, sikerült. Több ízben is volt olyan interjú, ami a NASA űrközpont, Houstoni központ és a Discovery űrsikló között történt. Hát volt olyan is, amikor élőadásban közvetítettek riportot John Glennel és Brownnal, az űrsikló kapitányával, akik a földiek kérdéseire adtak válaszokat. A válaszok többsége inkább az eltelt időszaknak a kísérleteiről szóltak. De ne szaladjunk nagyon előre, először hallgassuk meg az anyagot. Igen. Because some of these experiments have real fine numbers on them and things that
Hát itt most tulajdonképpen arról van szó, hogy milyen rengeteget dolgoznak ők tulajdonképpen az űrállomáson, és arra a kérdésre, hogy mivel vannak elfoglalva, azt válaszolta például John Glenn, hogy figyelemmel kíséri a kormányzati munkát, egy szavazó modult is telepítettek az űrhajóra, és így tud komolyan bekapcsolni az ügyekbe. Egyébként Billel is napi kapcsolatban van. And so I find it very useful here, and so I've just left it strapped on my wrist here and use it as I need it. Itt jön egy riporteri kérdés arra, hogy milyen érzelmek és érzések fogják el, miközben ott fent van az űrben. És hát erre is válaszol John Glenn. Sok érdekeset mond el, azt mondja, hogy nagyon elfoglaltak, rengeteg kutatást végeznek, de mindenképpen időt szakítanak egyetlen egy dologra. Nem felejtenék el semmi pénzért azt, hogy köszöntsék a Rádió Bridge hallgatóit. Na, téréfát félre, mindenféle fontos információ származhat egy ilyen anyagból. Ön mit érez, amikor sikerül megtalálni egy ilyen beszélgetést? Hát mondani se kell, hogy határtalan öröm fog el, hiszen, mint említettem, már régóta vadászom ilyesmire, érdekel ez a dolog. És hát, mivel hogy semmiféle televíziós állomás nem létezik a NASA TV-n kívül, ami folyamatosan, vagy akár időszakosan is közvetítene az űrhajósok életéről valamit, így mondani se kell, hogy mekkora öröm ezt látni. Ugye mi ma reggel már segítettünk, hogy az új Mir űrállomás darabjait már fölvigyék. Ön azt mondta, hogy figyelni fogja végig az eseményeket. Igen. És ezen kívül van még egy nagy terve, amiről talán egy mondatot lehet mondani. Igen, mivel hogy babonás vagyok, tehát természetesen nem szeretnék sokat nyilatkozni róla, kevés adat áll még rendelkezésemre, de van elképzelésem a jövőt illetően, mégpedig a tengeri olajfúrókutakról, tehát ezeknek a televíziós vételével kapcsolatban szeretnék egy nagy tervet véghez vinni. Közben nekünk is támadt itt egy ötletünk, ön kapott a NASA-tól egy levelet. Igen, hát mivel hogy már ez volt a 8. alkalom, hogy a NASA televíziót élőben láthattam, az előző 7 alkalomról is, de erről a 8. is írtam Houstonba egy levelet, amelyben leírtam az élményeimet, a vételi frekvenciámat, valamint azokat a berendezéseket, amikkel sikerült ezeket a vételeket elérnem. És mondták, hogy kell ilyen szakember jöjjön ide, aki ezzel meg tudja fogni. Bár mondták volna. Hát eddig még nem kértek fel, de küldtek egy választ, amiben egy nagyon szép QSL lap van. Ez a QSL lap az azt jelenti, hogy vételnyugtázó lap. Ezt kapják azok a rádióamatőrök, tévéamatőrök, amelyek az irodás befogása után ezt bizonyítékként közlik az illető tévé vagy rádiótársasággal, ők ezt emléklappal jutalmazzák. Ezen kívül küldtek olyan színes anyagokat, amin az amerikai Hubble űrteleszkópnak, a távcsőnek a színes képe látható, de küldtek az asztronauták képéről is egy színes posztert, és egy csomó olyan anyagot, ami az új űrállomással kapcsolatos. Ennek tehát naprakész információi vannak, és hamarosan tárgyalni fogunk majd arról zárt ajtók mögött, hogy ezt esetleg a későbbiekben megoszta velünk. Tehát elképzelhető, hogy itt a Rádió Bridge-en is hallanak majd a későbbiekben teljesen friss információkat az űrhajósokról, az űrhajókról, a kilövésekről. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a mai reggelen, reméljük lesz ennek még folytatása, és búcsúzóul még egy picikét John Glenn szerelni fog. 5.359 AER -0.001 Q +2.10 QZ 255